Köszöntöm a kedves nézőket! Ebben a tanévben egy másik képzést is indítok, amely a kapcsolatok összehasonlítása, elemzése címszóval lesz megrendezve. Ennek a régies asztrológiai neve a görögből származik, szinasztria. Képleteket lehet összehasonlítani, nem csak emberi képleteket, nagyon sokféle képletet. Valójában minden képlet összehasonlítás erről szól. Én ezt alapvetően jungiánus szemlélettel kezelem, hiszen én alapvetően jungiánus szemlélettel szemlélem a világot. Szűn valvel együtt a görögben, asztra az a csillagot jelenti, szinasztria az valójában a csillagokkal együtt. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor csillagokat összehasonlítunk, csillagok, végül is mindenki egy konstelláció. Tetszettek már önmagukra így gondolni, hogy mindenki egy konstelláció. És egy konstelláció találkozik egy másik konstellációval. Valójában szülő-gyermek kapcsolat, társkapcsolat, szerelmesek, munkatársak, iskolatársak, bármilyen kapcsolatot meg lehet nézni. És ugyanezen elvek alapján a mundán asztrológiában lehet összehasonlításokat tenni, a különböző prognosztikai képletek összehasonlítása ugyanezen elv alapján működik. És ugyanezt az elvet követjük akkor is, amikor arról beszélünk, hogy a gyermekek nevelésében mit érvényesítsünk inkább, és mit tegyünk inkább a háttérbe, illetve milyen módon lehet asztrológiai segítséggel nevelni a gyermekünket, illetve a pályaválasztásnál hogyan lehet ezeket az összefüggéseket felhasználni. Nos, egy elég szerteágazó összefüggésekben izgalmas anyagot veszünk ebben a tanévben. Úgyhogy a kedves tavalyiaknak üzenem, hogy szeretném, ha szintén ugyanazon elv alapján, ahogy az elsősöktől is kértem, ide a megjegyzés rovatba beírnák, hogy jelentkeznek, meg kell erősíteni a jelentkezést, mert nekem aszerint kell termet bérelnem. Előre is köszönöm a megértésüket, tehát mindenki, aki érdeklődik a jövő tanév, tehát a 23-24-es tanév úgynevezett szinasztria vagy kapcsolatok elemzése képzésre, amely szintén 10 alkalomból áll, elvileg ugyanúgy 200 000 forint, tehát a első fél év, második fél év 100-100. Tehát aki érdeklődik ez iránt, a képzés iránt, kérem tegye meg, hogy a megjegyzés rovatba beírja, hogy jelentkezem. A többi kedves nézőtől, akik nem kívánnak járni a képzésekre, elnézést, hogy most a csatornámat egyfajta ilyen híradásul használom fel, de nem ez a jellemző, úgyhogy rengeteg izgalmas videót tudnak megnézni, és nem sokára jön a következő. Most szerettem volna az úgynevezett negyedikes csoportomnak, mert ez már a negyedik évfolyam, jelezni, hogy egyébként a kezdés a szeptember 23-a. Tehát szeptember 23-án fogunk kezdeni. A helyszínt még nem tudom, hogy hol lesz, de természetesen közre fogom adni azt is. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja önöket, viszontlátásra!